Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszönöm mindenkit a Bodó Galériában, Nagy Kriszta lopott képek című kiállításának megnyitóján. Ezúttal én nem szaporítom, hanem átadom a szót Kriszta Katának. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem én vagyok a Kriszta Kata, hogy az egész olyan, mintha meg lenne rendezve, de egyáltalán nincs, nem tudtam, hogy kinyisson meg a kiállítást, és egyik éjjel a Kata az egyik posztomhoz hozzászólt, hogy ő nagyon fél, hogy ő lesz az egyik, akitől loptam képet, és mondtam neki, hogy ne aggódjon, nem lesz gond, de ha már beszélünk, mi lenne a megnyitás, ez mind, hogy jó. Szóval ilyen fura, és ő az egyik képnek a múzsája, és nincs más mondanom. Ellopni Facebook fotókat, majd képreparálni azokat, és a szereplők jóváhagyása nélkül kiállítani nyilvánosan. Hát ha valami kifogásolható etikailag, akkor éppen ez az. Utálok mindent, ami a magánélet szentségét kikezdi. Vagyis ezt a kiállítást is utáltam, amikor Kriszta felkért, hogy megnyissam. És azt gondoltam magamban, hogy ha valamit én ilyen nagyon utálok, akkor nem maradhatok otthon. Attól még, hogy utálom a gondolatot, és félek tőle, attól ez még itt van. Tehát ezt a félelmet akkor herélem ki a legjobban, hogyha idejövök, és megnézem. Üdvözlök hát mindenkit, aki itt van, mert ez azt jelenti, hogy leküzdötte azt a szorongását, hogy esetleg az lesz róla ábrázolva, amint hátulról valaki éppen segbe kúrja. Ezért én ezt a műfajt, amit Kriszta nyom, úgy neveztem el, hogy pszichopop. Amit látunk, az az erő, amivel a művészet idézőjelbe képes tenni a valóságot. Ezek itt mind mi vagyunk. Mert az is mi vagyunk, ahogy a világban reflektálódunk. Akkor is, ha azzal nem mindig azonosulunk, ha bánt, vagy ha felbaszta az agyunk. Ezek törvényszerű dolgok, hogy kategóriákat gyártunk egymásról, azokat sztereotípiákkal felruházzuk, amiből előítéleteket generálunk. Ha ismerjük ezt a folyamatot, akkor a tudás megvéd attól, hogy összeomoljunk. Mert akkor arra gondolunk, hogy ja, ez nem biztos, hogy én vagyok. Csak egy pillanatkép rólam, egészségére az alkotónak. Ott van mögöttem egy gyönyörű jegyes pár, a sogorom és a neje. Itt meg egy csodás házaspár, akik mi vagyunk a férjemnek, némileg diszkrétebben, amit éppen beragadunk egy liftbe, és most már Krisztának köszönhetően ott is maradunk örökre benne. Nyilván mindenki ezüstporban, mivel az aranyporról tudjuk, hogy kinek jár, csak is az alkotónak. És ez így rendjén is van. Ez az ő története. És ha már itt vagyok, elmesélek én is egy történetet. És mint mindenki, én is az enyémet. Azt például, hogy zsidó vagyok, gyerekkoromban nem tudtam. Tudtam sok mindent már addigra. És a szüleim úgy vélték, hogy elég is lesz az. Ám egy gimnáziumi osztálytársam úgy gondolta, hogy majd ő ezt nekem mégiscsak elmondja. Megírta. Egy olyan levélben, amit ma, 20 évvel később is látok magam előtt. Szóról szóra. Összezavart. Ha zsidókról volt szó egy moziban, szédültem, és nem néztem oda. Nagyjából ilyen érzésekkel döntöttem úgy kb. 10 évvel ezelőtt, hogy én ezzel a rólam kialakult képpel inkább nem foglalkozom. És el is húztam a faszba. Úgy sem tudom megmagyarázni, hogy mi az, ami én vagyok valójában, akkor meg minek fárasszam magam. Facebookon se voltam. Ezt azért mesélem, mert ezeknek a történeteknek itt a falon, a Facebook fala a helyszíne. És amikor tavaly a Facebookra mégis felmentem, akkor nem mertem először a saját nevemmel, és nagyon kevés ismerőssel, nagyon óvatosan tettem. De rögtön első körben bejelölt ez a gimnáziumi osztálytársam. És megírta, hogy majdnem 10 éve kutat utána, hogy elmondja,
hogy mennyire kurvára bántja ez az egész zsidó dolog, mert amit akkor nekem mondott, és hogy már egyszer majdnem meghalt, hirtelen szívhalálban, és addig nem nyugszik, amíg neki meg nem bocsátok. Egész éjjel cseteltem ezzel a pofával. Én, aki 10 évig éltem úgy, hogy azt se tudtam, hogy néz ki egy cseh ikon. A végére az osztálytársammal mindketten zokogtunk. A férjem csak nézett, hogy meghibbantam, de szerencsére ez nem lett meg túlságosan. Na akkor, abban a pillanatban éreztem meg, hogy ennek a szarnak mekkora hatalma van. Ha menekülsz, csak mélyíted a sebet, és sebezhetővé teszed magad. Az erő a gyengeséggel való szembenézésben van. Ide jövök hát, és megnézem ezt a tigris harcot, amiben a férjemmel vagyok kiállítva. Amitől féltem, nem következett be. Ezúttal nem rajzolt nekem mondjuk egy péniszt a krisztályt. Sokkal finomabb eszközökkel dolgozik, kérdés, hogy mi magunk megértünk-e már a pszichopopra, ahol végtelenül vagyunk falhoz állítva. Nem szeretném megmondani azt, hogy ezt a kiállítást magában ki hova pakolja. A rólunk lévő képek önálló életet élnek az alkotóban, és az alkotó reflexiója tovább dolgozik majd a kép alanyában. Ez mindenkinek egyénileg privát munka. Nincs szükség arra, hogy a képeket dicsérjem, mert az segnálás volna. Arra sincs, hogy kifogásoljam, mert az rossz indulat. Bár annyit talán mondhatok, hogy a képek érzékenyek és behatnak. Nincs itt szükség semmire. Csak arra, hogy nézzétek meg magatokat, magatokat. És szerintem menjünk le a levegőre, és örülök, hogy itt vagytok mindenki, és imádom ezt a sorozatot, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt csinálni ezzel a pár hónap alatt, amíg széjjel dolgoztam meg a magam, és gratulálok magamnak.